Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV híradója február 20-án, szerdán. Nézzük először fontosabb híreinket, röviden. Diakónus a felső templomban. 6 éves szeminarista érkezett a Jézus szíve plébániára. A kispapa helyi fiatal közösségekkel is szeretne minél jobb kapcsolatot kialakítani. Táncoló krémszínű tobánka. Egy csaknem 170 éves báli cipő lett a hónap műtárgya a Túri György Múzeumban. Folyamatos a vadetetés. A vadgazdálkodók az enyhe időjárás ellenére is gondoskodnak az állomány megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékáról. Most pedig a részletek és további híreink. Diakónus érkezett a nagykanizsai Jézus szíve plébániára. A buzsáki kötődésű Tölgyesi Dáviddal február eleje óta találkozhatnak a felső templomba járó hívek. A fiatalember az esztergomi hittudományi főiskola szeminaristája. Tölgyesi Dávid február elején érkezett Nagykanizsára, előtte csak átutazóban járt a dél-zalai városban. 2 évvel ezelőtt én hivatás hétvégén Kanizsára jöttem, és én tanúságot tettem a hivatásomról. És akkor is azt éreztem, és ezt többször is éreztem Nagykanizsán, hogy egy nagyon befogadó közösség előtt beszélhettem, és úgy érzem, hogy egy ilyen kegyelem járja át ezt a közösséget, ezt a plébániát. Az esztergomi hittudományi főiskola 6 éves szeminaristáját tavaly nyáron szentelte diakónussá Varga László megyés püspök. A kispap az elméletben tanultakat most a Jézus szíve plébánián kamatoztathatja a gyakorlatban. Egy diakonus például eskedhet, temethet, keresztelhet. Nem misézhet és nem gyóntathat. Minden más szentelményt megcsinál, tehát kegytárgyakat megállhat egyebek. És ez egy 6 hónapos időszak. Hát nyilván ez a plébánoson múlik, hogy mennyit enged belelátni az irodai dolgokba, az anyakönyvezés mikéntjében, a pénztárkönyv vezetésében, és egyáltalán a közösségeknek az életébe. A következő hónapokban Tölgyesi Dávid a napi feladatok elvégzése mellett arra is törekszik majd, hogy minél jobb kapcsolatot alakítson ki a helyi fiatal közösségekkel. Báli cipellő lett a hónap műtárgya a Túri György Múzeumban. A krémszínű atlassejemből készült topánkát dr. Réffi Zoltánné és Kublicsi Rém viselte, feltehetően első bálózóként az 1890-es évek elején, majd később fiatalasszonyként is. A cipő valószínűleg anyai örökség volt, és az 1850-es években készült egylábas kaptafán. Bármilyen szép is volt a cipő, akkoriban még illetlenség volt mutogatni, az erkölcsös nők nagy gondot fordítottak arra, hogy hosszú ruhájuk elfedje a lábszárukat és a bokájukat. A báli cipők, ahogy a hónap műtárgya is, roppant kényes darabok voltak. Egy szezon alatt biztos, de van, amikor már egy bál alatt is szó szerint rongyosra táncolták őket a fiatal lányok vagy fiatal asszonyok. A század elején még inkább a színes, ilyen kis cipelőcskék, nagyon szép hímzett, gyöngyhímzettek voltak a divatosak, a század vége felé pedig már inkább az ilyen csontszínű fehér és a fekete. És szép lassan elkezd a sarok is nőni, az 1870-es években már egy kicsit laposabb sarokkal hordják, a 80-as években pedig a francia magas sarok már megjelenik. Amit még tudni kell róluk, hogy végtelen kényesek voltak, nem csak a táncra, hanem akár egy harmad cseptől is már sokszor tönkrementek. Tehát a kanizsai híradásokból is tudjuk, hogy a korai időkben puttonyban vitték a lányokat a bálokba, később pedig egyértelmű, hogy kocsin szállították ezekbe a nagyon finom cipőkben a hölgyeket. Folyamatos a téli vadetetés az enyhe időjárás ellenére is. A gazdálkodók a keményebb időjárásnak megfelelő mennyiségű táplálékot biztosítanak az erdőben élő vadaknak most is, amikor nincs hótakaró és nincs tartós fagy. Az állományról való megfelelő gondoskodás ugyanis törvényi kötelezettsége a vadgazdálkodóknak. Olyan szempontból nem jó ez az enyhe tél, hogy a vadak szanaszéjjel vannak. Megtettünk érte mindent, mert ugye nekünk nem mindegy, hogy a téli disznóhajtások hogy sikerülnek. Hála Isten, egy jó téli szezon zártunk, de ez mondható annak is, hogy pontosan kifogtuk azt a kevés hideget, és ott tartózkodtak a vadak, ahol éppen a terelővadászatokat terveztük és szerveztük. Az etetés az ugyanannyi mennyiségű
kukoricát, lédustakarmányt, szénát hordtunk ki a vadaknak, mint az elmúlt időszakban. Semmivel se vittünk ki kevesebbet. Hiába szokatlanul enyhe az időjárás, néhány munkával még várni kell a kiskertekben, tanácsolja a szakember. A metszést vagy például a lemosó permetezést el lehet kezdeni, de a többi feladat még korai, hiszen lehetnek még fagyok. Lehet rakni salátát, az természetes, a hagymaféléket lehet rakni, de viszont még ne álljunk neki a sima fóliába rakni a növényeket, mivel még azért lesz hideg. Nagyon sokan elsietik a paprika paradicsomot akár otthon az ablakba, vagy a kitenni ilyen kamrába, ahol vagy hűtenek, vagy elfogadható hőmérséklet van. Azoknak se ajánlom még a paprika paradicsom vetését kis ládikókba, mert amire ki kell rakni, ugye május eleje közepe, az, ami kirakjuk a föld, nagyon megnyurgulnak, nagyon meghajtja őket a korai elrakás. Tehát elérik azt a kort, hogy bőreg palánták lesznek, meg nyurgulva, meghajtva, megmagasodva, és már nem bírunk velük. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Életmódnap. 70-nél is több szépkorú vett részt az első edzőtermi senior programon. Spinningeztek, jógáztak és a gerinctornát is kipróbálták. Tikaltól Borobudurig. Érmek és bankjegyek segítségével mutat be világörökségeket az Én Hobbim sorozat legújabb tárlata. Burkolás és tetőcsere. Terv szerint halad a felújítás az alakarosi fürdőben. Nem csak a 20 éveseké a világ, több mint 70 szépkorú sportolt ma Kiskanizsán. A Pro Bono Senior Klub és a B106 Sport és Szabadidőközpont kezdeményezésének köszönhetően a kanizsai szeniorok kipróbálhatták a spinningezést, a jogát és a gerinctornát is. Aki átlépte a 15-öt, az megy 20-ig, aki átlépte a 10-hoz pedig 15-ig, jó? Alaposan megizzasztották a szépkorúakat a spinning teremben. A résztvevők örültek a kezdeményezésnek, hiszen így új mozgásformákat is kipróbálhattak. Azért fontos, mert ez a környék a szépkorúak, tehát Kiskanizsának ez a része a szépkorúak, és akkor ugye nagyon sokan vagyunk, de itt is lakunk, és közelsége miatt is, meg tényleg szeretnénk, hogy megpróbáljuk ne csak a kertbe, holott mi úgy gondoltuk, hogy mi ott eleget tornászunk, ugye, hogy elkezdődik a tavasz, de hogy még megpróbáljuk az egészségesebb életmódot véghez vinni. A senior nap sikerét jól jelzi, hogy több mint 70 szépkorú sportolt ma együtt. A résztvevők a rendezvény közösségkovácsoló erejét is nagyon fontosnak tartják. Szép számmal jöttünk, és örülünk ennek a lehetőségnek, hogy igénybe vehetjük. Biztos mindannyiunk kedvét leli majd benne, és többször is igénybe fogjuk venni. Idősebbek vagyunk, tudjuk, hogy mozogni kell, ez egy nagyon jó lehetőség. A senior nap célja, hogy mozgásra ösztönözze az idősödő kanizsaiakat. Ezért a tervek szerint minden hónap harmadik szerdáján délelőtt 10 és 11 óra között a szépkorúaké lesz a főszerep a spinning és a jóga teremben. És tempósabban dicsérjék meg magunkat! Kedvesek is! Világörökségeket is bemutat az Én Hobbim sorozat legújabb kiállítása. A tegnap megnyílt Tikaltól Borobudurig Világörökségek nyomában című tárlat Gelencsér Gábor zászló, érme és bankjegy gyűjteményébe enged bepillantást. A kiállítás március 6-áig tekinthető meg a HSMK-ban. Képzeletbeli utazásra hívja az Én Hobbim sorozat legújabb kiállítása az érdeklődőket. A tárlat egyik részében az UNESCO által világörökségé nyilvánított helyszínek láthatók bankjegyeken és érméken keresztül. Az UNESCO 1972-ben hozott egy határozatot, hogy a világ országainak nagyon érdekes helyeit, kulturális természet, illetve a kettő együtt világörökségi helyszínekké, azaz UNESCO World Heritage Site-okká nyilvánítja. Tehát ez azt jelenti, hogy manapság már körülbelül 200 országban vannak UNESCO világörökségi helyszínek. A numizmatikai értékek mellett olyan zászlók is helyet kaptak, amelyek szigetországok, szigetállamok nemzeti jelképei.
A tárlatot az intézmény igazgatója ajánlotta a megjelentek figyelmébe. Elsősorban is azért, mert színpompás, és mint tudjuk, hogy az ember az információk nagy részét, több mint 90%-át a szemén keresztül gyűjti be. Másodszorban pedig azért, mert nagyon érdekes tudnivalókról szerezhetünk tudomást. A kiállítást március 6-áig lehet megnézni a Hevesi Sándor Művelődési Központ nyitvatartási idejében. Már burkolnak és a tetőt cserélik. A tervek szerint halad az alakarosi fürdő felújítása. A szakemberek jelenleg az intézmény ikonikus épület együttesén dolgoznak. A több mint 25 éves gyógycentrum átadása nyár elejére várható. A gyógykertben is tart a felújítás, itt az előzetes tervek szerint már májusra végeznek a szakemberek. A munkálatokat 2018. október 1-én kezdték, és még az óévben megtörtént a közművek kiváltása, valamint a kupolás medencetér beüvegezése is. Tervek szerint zajlik a gyógycentrum és a gyógykert felújítása itt Zalakaroson. Jelenleg a gyógycentrumban már a burkolási munkákat és a tetőcserét végzik. A terveink szerint a fedett gyógycentrum átadása az 2019 nyarára várható. A gyógykertet azt már szeretnénk 2019 májusában visszaadni a vendégeinknek. Hamarosan lezárul az a program, amely Letenye és horvát testvérvárosainak még szorosabb együttműködését alapozza meg. A DESZKÓ projektben a magyarországi határváros, valamint a horvátországi Ludbreg és Prelog vesz részt. A 2017. november 1-én indult program célja az önkormányzatok, a lakók és a vállalkozások közötti kapcsolatok fejlesztése és együttműködési stratégiák kialakítása volt. Ennek eredményeiről és a jövőbeli tervekről pedig egy stratégiai dokumentumot készítenek a résztvevők a program végén. Az Unió által is támogatott projekt a Magyarország és Horvátország közötti határon átnyúló együttműködési program részeként valósul meg. Záró konferenciáját pénteken tartják, maga a projekt pedig február 28-án ér véget. A projektben szakmai tanulmányutak valósultak meg, különböző helyszíneken szakmai workshopokat tartottunk, illetve folyamatos együttműködésre tettünk szert a horvát partnerekkel, és itt a projektben bevonásra került a Pannon Egyetem Nagykanizsai kampusza is, akik az oktatás és az oktatás fejlesztése tárgyában adtak projektötleteket a megvalósítás folyamatában. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Diakónus a felső templomban. Hatodéves szeminarista érkezett a Jézus szíve plébániára. A kispapa helyi fiatal közösségekkel is szeretne minél jobb kapcsolatot kialakítani. Táncoló krémszínű topánka. Egy csaknem 170 éves báli cipő lett a hónap műtárgya a Túri György Múzeumban. Folyamatos a vadetetés. A vadgazdálkodók az enyhe időjárás ellenére is gondoskodnak az állomány megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékáról. Ez volt a Kanizsa TV híradója február 20-án, szerdán. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Viszontlátásra!